minden képviselőnek egy adott évben 1,5 millió forint áll a rendelkezésére, hogy azt a körzetében szabadon költhesse el azokra a célokra, amiket ő jónak lát. A 8-as körzetben 5 település rész van, amiben cseresznyés is beletartozik. Az előző ciklusban ebből a keretből egyedül cseresznyés nem kapott, most az egész összeget ők kapták meg. Cseresznyésre fogom elkölteni ezt a 1,5 millió forintot, abból a megfontolásból, hogy Kappár Zoltán úr, a település résznek a részünk kormányzati képviselője megálmodta, hogy cseresznyésbe játszóteret kellene építeni, és ő a kis részünk kormányzati keret eléggé sovánka, ehhez hozzájárultam még 1,5 millió forinttal. Cseresznyésben a ciklus elején sok mindent elhatároztak, a játszótér megépülése is köztük volt, mivel nagy szerepe van a közösségépítésben, a gyerekeket és a szülőket is összehozza, így jobban megismerhetik egymást. A kivitelező a Dunaföldvári Barka Kert Kft. Volt, a beruházás 2,5 millió forintból valósult meg. Ez egy gazos terület volt, most ezután fog még következni a befejező lépés, egy kis társadalmunkával fogunk majd ide hűvesíteni és a kerítés fogjuk lecserélni. Az feltételes ennek, hogy üzemeltetésre átvegyék a játszóteret. A játszótér megépülése körülbelül 14 gyermeket érint, nem számolva azokkal, akik a nagyszüleikhez, ismerősökhöz érkeznek látogatóba. A tereprendezésen kívül még egy ivókút kihelyezése is a közeljövőben megvalósul. Az üzemeltetője a DC Dunacom lesz. A játszótér hivatalos műszaki átadása várhatóan a hetekben megtörténik.